Árpád-halma azon települések közé tartozik, ahol érezhető és azt hiszem, hogy példaértékű az a kitörési szándék, amit Szark Attila polgármester úr vezetésével a testület az elmúlt 4 évben elért. Megmondom őszintén, korábban, mikor Árpád-halmán jártam, nagyon sok kérdésre nagyon nehezen tudtunk válaszolni, vagy talán nem is tudtunk a településnek a jövőjével kapcsolatban. Most, hogy elmúlt ez a 4 év, és itt vagyunk az újabb választások előtt, én azt hiszem, hogy polgármester úr nyugodt szívvel és lelkiismerettel készülhet október 12-ére, mert megtett, amit meg lehetett tenni ennek a településnek az érdekében, az itt élő emberek javára, és az az összefogás, amelyel összetudta fogni ezt a települést, összetudta fogni azokat az embereket, akik tenni akarnak Árpád-halmáért, az mind-mind olyan pozitív példa, amire polgármester úr csak büszke lehet, és én nagyon bízom, hogy nem csak büszke lehet, hanem folytatni is fogja ezt a munkát, mert ennek a településnek talán az egyetlen lehetősége az, hogy ő és a képviselőtestülete vigye tovább ezt a munkát, és akkor elérhetők azok a célok, amit megfogalmaztatok már korábban, és még esetleg nem sikerült véghez vinni, és biztos vagyok benne, hogy az itt élő emberek ezt értékelik is, sőt, abban is biztos vagyok, hogy megfelelő megbecsüléssel fogják ezt majd elismerni a szavazatukkal október 12-én, amihez már azt nem mondom, hogy előre gratulálok, de nagyon várom, hogy ezt a vasárnap esti pillanatot együtt boldogan megéljük. Köszönöm szépen ezeket a biztató szavakat, és igen, azt gondolom, hogy az elmúlt 4 évben megtettünk mindent azért, hogy a közösség épüljön, szépüljön, és tettünk azért is, hogy ne csak a lelkük legyen boldog, hanem egyfajta tárgyi gyarapodást is élvezzen ez a település, és azt hiszem, hogy ehhez kellett az is, hogy a képviselő úr támogasson ebben a munkában, kellett az is, hogy a Magyarország kormánya támogasson ebben a munkában, és persze kellett az is, hogy én minden időmet, percemet erre áldozzam, és gyakorlatilag reggeltől estig csak a településnek éljek. Remélem, hogy ezt az elkezdett munkát a jövőben is tudjuk folytatni, és úgy gondolom, hogy ez a település előtt még nagyon szép jövő áll, és itt, akik eddig nem hittek benne, úgy gondolom, hogy most már láthatják és elhihetik, hogy Árpád-halom számára is van kiúta. A felemelkedés útja eljöhet. Így legyen, gratulálok, és további. Köszönöm szépen. Kívánok.